Együttműködési megállapodást írt alá a Gál Ferenc Egyetem és a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság ma délelőtt. A dokumentum értelmében a két fél egymást fogja segíteni a következő években. Az egyetem segítő szakmákba, egészségügy, oktatás, gazdasági menedzsment, a társadalmi élet szervezése, ellenőrzése, irányítása terén folytatott képzéseinkben egyrészt a hallgatók gyakorlati képzéshez tudnak jutni, az itteni tapasztalatokat tudják hasznosítani, másrészt pedig ez hosszú távon akár a megye, Bács-Kiskunvár megye szakember utánpótlásához is hozzá tudunk járulni. A rendőrség is profitálni fog a közös munkából, amely hosszú távon a rendőrök előnyére válik. Mi tudunk segítséget nyújtani abban, hogy mint gyakorlóhely megjelenjünk a Gál Ferenc Egyetem palettáján, és fordítva is igaz, számos olyan tapasztalattal rendelkezik a Gál Ferenc Egyetem, amit mi tudunk hasznosítani, akár a vezetőképzésben, vagy akár a szakemberképzés során. Nagyon sok kapcsolódási pontunk van, amelyet ki tudunk aknázni, és ezt azt gondolom, hogy vétek lenne nem kihasználni. Dr. Vince Gábor, a Gál Ferenc Egyetem Egészség és Szociális Tudományi Karának dékánya azt hangsúlyozta, hogy az intézmény 30 éves tapasztalatát szeretnék a rendőrség munkájával ötvözni. A drog megelőző prevenciós tevékenység és ugyanúgy a bűn megelőzésben számos prevenciós terület van, amelyet a pszichológiai területünkön egyértelműen tudunk művelni és beépíteni a rendőrség munkájában. A másik ilyen nagyon fontos terület, ezen a területen is egy nagyon fontos munka folyamat van, és a burnout ezen a területen is nagyon gyakori. A kiégés, a munkába való belefáradás esetén az egyetem pszichológiai terápiákkal tud segíteni a rendőrségen dolgozóknak. Az együttműködésnek köszönhetően az egyetem oktatói is fejlődési lehetőséget kapnak. Mi nekünk az a célunk, hogy a segítő hivatás területén olyan szakembereket képezzünk, akik minden területen megállják a helyüket, és ha csak a szociális munkát nézem, akkor számos olyan krízis terület van, a már említett drogprevención túl, akár ugye a pártfogói vagy egyéb tevékenységkör, ami nagyon fontos terület ma, hogy a reintegráció meg tudjon történni későbbiekben, és így mi is tanulni tudunk. Az esemény végén dr. Papp Zoltánnak címzetes egyetemi docens címet adományozott a Gál Ferenc Egyetem. Az intézményen folyó oktató-kutató munkában évek óta végzett kiemelkedő tevékenységéért.